sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a hát kicsit így koratéli délelőttön, vasárnap délelőttön. Köszi Önkéntes Egyesület 6. helyi érték sorozat előadásán, melynek a megrendezéséhez a Pócsmegyeri Önkormányzat környezetvédelmi pályázat keretében kerülhet sor. A mai délelőttünket a NET Gombász Egyesület két tagjának előadása fogja színesíteni. Aztán láttam itt ki, már megrestem, hogy hoztak azért, ha nem is élő gombát és nem tegnap szedett gombát, mert sajnos ez nem jött össze, bár bíztunk benne egy kicsit, de ez körülbelül ilyen augusztus eleje közepe kell, én már esőben kellett volna lennie, hogy most ők tegnap frissen szedett gombával tudjanak idejönni hozzánk. Úgyhogy én át is adom a szót Tencer Tamásnak, utána pedig Metz Eszter fog nekünk beszélni a gombák rejtelmeiről. Fogadjuk őket szeretettel. Köszönöm szépen. Tencer Tamás vagyok. Hát a NET Gombász Egyesület elnöke. Nem olyan régi a kapcsolatom a gombákkal. Kisgyermekkorom óta ez a halász, vadász, gyűjtögető vonal, ez erősen élt bennem. És Pestre jártam egyetemre, és amikor mentem a busszal a kollégiumba, akkor láttam, ki volt plakátolva a Zsombolyai úton a gombász tanfolyam lehetősége. Indult a TIT-ben, hát úgy éreztem, hogy nekem ott a helyem. Hát ez nem tegnapi történet, több mint 40 éve volt, és hát azóta is többé-kevésbé folyamatos a kapcsolatom a gombákkal. A Egyesületünk, érdekes neve van egyébként, mindig meg szokták kérdezni, hogy ti a neten gombáztok? Igen, tulajdonképpen igen is, de nem ebből alakult, hanem volt az Indexen a Gombázós Topik nevű fórum. Index fórumon, és ott sokan írtunk, tettünk fel képeket, beszámolókat, sok hasonló érdeklődésű ember összejött, és úgy döntöttünk, hogy hát jó lenne valahogyan személyesen megismerni egymást. Na most az ember a gombász lelőhelyeit nem szívesen adja ki, főleg nem idegeneknek. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy kiváló alkalom lesz egy pedvehagymás kirándulás, mert hogy azt ugye ott, ahova megyünk, kaszálni lehet, tehát amíg a szemellát csak az van, azt a lelőhelyet nem féltik. El is mentünk a Gerecsébe, Héregre, és onnan indult az első közös kirándulásunk. Ami később varacskos disznótúraként ment át a történelembe, ugyanis hasonló idő volt, mint most. Előtte napokig esett az eső, csúsztunk, másztunk, estünk, keltünk, de jó hangulatú találkozó volt, úgyhogy ezt követte az egyik gombásztársunknak a hétvégi házában egy találkozó, Ispánkon, az Őrségben. Ez volt az első gombázós találkozó az Egyesület történetében, ami akkor még nyilván nem volt, csak egy baráti társaság. Utána találták ki, hogy ennek jó lenne valami hivatalos formát adni, és így alakult meg, mint hogy a netről ismerjük egymást és gombászunk, így lett NET Gombász, akkor még közhasznú egyesület, mert hogy akkor még az volt a nevünk, utána változott a közhasznú törvény. Tulajdonképpen az egyesület életében semmi nem változott, minden ugyanúgy folyik tovább, csak most már kivettük az egyesület nevéből a közhasznú szót. Mert az új törvény szerint már szinte lehetetlen, hogy egy egyesület közhasznú legyen, de nincs is igazán szükség rá. Ugyanúgy, ahogy a közi önkéntes, és abban az érában simán lett volna közhasznú egyesület, mert hogy tulajdonképpen a közösségért tevékenykedik, de a jelenlegi törvény szerint simán egyesület, de ez nincs különösebb hatással. És hát most kértek fel erre, hogy pár szót beszéljünk a gombák világáról. Hát... kezdjük az elején. Mi az, hogy gomba? Hát ugye mindenki tudja, a gombát a zöldségesnél árulják, tehát növény. A zöldség. Hát nem. De akkor mi? Állat? Hát nem állat, hát nem szaladgál. Akkor mi lehet az, hogy gomba?
Hát nem olyan könnyű meghatározni. Meg lehet határozni úgy, hogy viszonylag egyszerű, de pongyola legyen. Nem élőlény, nem állat, nem növény, nem cianobaktérium, nem nyálkagomba, stb., akkor az gomba. Hát egy picit tudományosabban is lehet, ugye, hogy mik a különbségek az állatok, növények és gombák között. Hát például minden állat, hát úgymond heterotróf, azaz más élőlények által előállított szerves anyagokból táplálkozik. A növények nagy része, úgy mondják, hogy autotróf, azaz önmaga ásványi anyagokból a fény segítségével állítja elő a szerves anyagokat. Nem minden növény ilyen, vannak élősködő növények, mint például a szép nevű herefolytó aranka, ami úgy néz ki, mint a sárga cérna lenne elszórva a fűben. Az egy olyan növény, ami más növényeken élősködik, jellemzően lucernán, és nincs benne klorofil, az nem tud szerves anyagokat előállítani önállóan. És hát vannak a gombák, minden gomba úgymond heterotróf, tehát más élőlények által előállított szerves anyagokból táplálkozik, és a test szerveződése, hát ugye a növényeket mindenki tudja, általában valamelyik részük legalább zöld, mert fotoszintetizálnak. Alapvetően szövetes testfelépítésűek, már vannak egészen egyszerű egysejtű növények is, de állatoknál és növényeknél ugyanígy van, hogy az állatoknál is alapvetően szövetes a testfelépítésük, a gombáknak pedig általában fonalas a felépítésük, akkor is, hogyha másnak látszik, mint például a gomba termőteste, az is gomba fonalakból áll. A más a sejtfal anyaga, tehát eleve sejtfala a gombáknak, növényeknek van, a növényeknek cellulóz alapú, cellulóz, hemicellulóz, kitin, vagy pektin, a állatoknak általában nincs sejtfaja, sejthártyája van, és vannak a gombák, amelyek kitinből épülnek fel, tehát a sejtfaluk általában. Hát ugye mindig vannak kivételek, de ez így általánosságban igaz. Mások a pigmentanyagaik, más a tartalék tápanyagaik is mások. Hát ez hagyjuk meg a tudósoknak, a lényeg nekünk annyi belőle, hogy a gombák nem növények, ugyanolyan rendszertani egységek az állatok világán, vagy az élőlények világán belül, mint az állatok, növények és baktériumok, gombák, nyálkagombák. A nyálkagombákat megemlítettem, azoknak ugyan a nevében benne van, hogy gomba, valójában inkább amőba-szerű lényeknek a telepe. Az egy nagyon érdekes csoport, az egy másik előadás témája lenne. Mások foglalkoznak vele, mi majd adunk a gombáknál. És ugye mondtam, hogy hogyan épül fel a gomba, meg hogyan lesz egy gomba. Hát a gomba spórákkal szaporodik, mert azzal terjeszkedik leginkább, vannak kivételek, amiből gombafonal lesz. A gombafonal szövedéke képezi a termőtestet. Ez egy kis termőtest kezdemény, és ez pedig a kifejlett termőtest belőle, amit ugyanúgy a gombafonalak építenek fel, tehát nem egy külön szerv, hanem a gombafonalaknak ilyen érdekes alakú szövedéke, telepe. Ez egy, hát be kell, hogy valljam, a képet az internetről szereztem, és van is rajta hiba, ugyanis ezt ugye úgy látjuk, hogy van a gomba kezdemény, itt ez rajta, ez a úgy mondjuk, hogy részleges burok. Ez a gomba úgynevezett termőrétegét borítja, az a gomba kalap szélétől a tönkig tart. És van rajta egy teljes burok, abból pedig a gomba bocskora lesz, ha mennyiben olyan fajta a gomba. Hát ez éppen ott látszik, a gallér, az lett a részleges burokból, viszont hiányzik a bocskor, tehát ez a termőtest kezdemény biztos, hogy nem ehhez a termőtesthez tartozik.
Hát ugye mondtam, hogy a gombafonal, tehát ez a gombafonalak szövedéke, ez maga a gomba élőlény. Az, amit mi köznyelven gombának nevezzünk, az a gombának a termőteste, szaporító szerve, termése, ki hogyan érzi magához közelebbnek, de minden esetre ez, ami itt is látszik, ez a látható jele annak, hogy itt valahol középen elindult a gombafonal a spórából, és terjeszkedett kifelé. És ez a zöld rész, ez azért van, mert éppen ott tart a terjeszkedésben a gombafonal, és ahogy bontja le a talajban lévő szerves anyagokat, növényi hullatörmelékeket, ott felszabadulnak a növényi tápanyagok, ott dúsabb a fű, zöldebb a fű, és maga mögött az a terület van, amit már felélt. Tehát itt ismét egy tápanyagszegény terület van, itt is egy tápanyagszegény terület van, és itt, ahol a gombafonalak a legaktívabbak, itt van az a termékeny terület, ami itt éppen a fűben jól látható. Boszorkánykörnek hívják egyébként ezt a jelenséget. Ha jártatok, keltetek, biztosan láttatok már hasonlót, nem biztos, hogy tudtátok, hogy mi okozhatja ezt vajon. Hát ez. Ott az valamilyen gomba. És ha jókor sikerül meglátogatnunk, akkor így néz ki. Ez éppen mezei szegfűgomba, boszorkánykör. A gombák, ugye, hogy hogyan táplálkoznak, miből élnek? Hát a legérdekesebb, speciális, az a gyökérkapcsolt, mikorizás gomba, az a legkülönlegesebb táplálkozási mód, arra majd később külön visszatérünk. Vannak korhadékbontó szapotrófok, talajlakó szapotrófok, ezek mindegyik szerves anyagot bontanak, és vannak parazita gombák, élősködő gombák. Hát a legismertebb gombák, amit mi gombának nevezünk, hát szerintem mindenki találkozott már vele, akinek kertje van, sereges tintagomba, akkor jelenik meg a fűben, hogyha valamilyen elhalt faanyag van a talajban. Tehát egy kivágott fa gyökere, ilyesmi van a talajban, akkor előbb-utóbb szinte biztos, hogy meg fog jelenni. Szoktak aggódni vele, hogy úristen, mit csináljak vele, nem kell csinálni vele semmit. Magától el fog egyébként pusztulni, akkor elfolyósodik a tintája, és egy fekete folt lesz a fűben. Hát látunk már szebbet is, de nem ártalmas egyáltalán. Nem mérgező, tehát attól se kell félni, hogy kutya, macska megrágja, nem történik vele semmi. Le fogja bontani a talajban lévő szerves anyagot, és utána eltűnik a kertből. Teendő nincs vele. A másik pedig, amit mindenki szokott vásárolni, vagy majdnem mindenki, ez a közönséges termesztett csiperkegomba. Ez egy tipikus talajlakó szapotróf. Aztán élősködő, azaz parazita gombák. Hát nem olyan nyilvánvaló, vagy nem mindenkinek elsőre nyilvánvaló, gombák a gombabetegségek is, mint például a lisztharmat, peronoszpóra, gabonarosda, stb. Körterosda. Hát ez mindegyik előfordítja, élő növényen élősködnek, illetve itt a szigeten is látható sokszor, lenne a Dunaparton, végig sárga gévagomba, jellemzően a fűszfákon jelenik meg, ez is megjelenik az élő fán, és azt parazitálja. Majd utána, ha elpusztult a fa, tovább él rajta, de parazita gomba ez is. És meglepő módon élősködhetnek állatokon is. Hát, és egészen különleges módon, ez például a úgynevezett zombi hangya, a gomba spórája megfertőzi a gombát, a hangyát, a hangya belsejében elkezdenek nőni a gombafonalak, és amikor elértek egy olyan nagyságrendet, hogy már a szerves anyagok egy jelentősebb részét felérték, akkor arra veszik rá a hangyát, hogy felmásszon egy fűszálra, szó szerint fűbe harapjon, azaz rágójával rögzítse magát a fűszál tetején, majd ott elpusztítja a hangyát, feléli a maradék szerves anyagot is, termőtestet képez, ezek a kis valamik rajta, ezek már a termőtest kezdemények,
és akkor ott kinyílik rajta a gomba kalapja, szóródik a spóra, és ugye a hangya értelemszerűen ott járt, ahol a hangyák általában járni szoktak, tehát nagy valószínűséggel a spórák olyan helyre szóródnak, ahol újabb hangyákkal fognak találkozni, amit megfertőzhetnek. Illetve van a vörös rovarrontó gomba, ez rovarok bábján, talajban bebábózódott rovarok bábján fejlődik ki. Nálunk is van honos faja, és van olyan faja, ami Kínában gyógyszernek számít. És természetesen ugye az ember sem kivétel, ugyanúgy, ahogy az állatokon, emberen is tud élősködni, ez emberen természetesen nem kalapos gombák, ezzel szembesülhettek a reklámokban, erre nem szeretnék kitérni. Ma már a vacsorához is, ebédhez is bekapcsolja az ember tévét, rögtön jön. Parazita gombák élősködhetnek más gombafajokon is, ilyen például a élős ditinórú, amelyik áltriflán élősködik, áltriflának a termőtestén. Itt egyik gombásztársunk hozott áltriflát, nem konkrétan a rőt áltriflát, hanem nyeles, gyökeres áltriflát? Nyeles. Nyeles áltriflát, azon éppen nem, de hasonló a rőt áltrifla is, és akkor látszik, hogy itt a áltrifla gomba, és kinőtt belőle egy tinórú. Illetve élősködésnek van egy olyan formája is, tinórú féléken jelenik meg, ezt aranypenésznek nevezzük, azért, mert ilyen szép aranysárga bevonatot képez az erdőben a tinórú féléken. Ez is élősködő. Illetve van egy olyan, amelyikről így hirtelen nem is látnánk, hogy az. Ez nem túl éles kép sajnos. Ez a borsos tinórú, ez a közismert mesegomba, azaz légyölő galóca, és ez a légyölő galócának nem a termőtestén, hanem a gomba fonalain élősködik. Tehát ez egy, ha nem megrendezett kép, akkor egy véletlen egybeesés, mert hogy nem feltétlenül kell, hogy ennyire közel legyenek egymáshoz. A gombafonalak több méteres, több tízméteres körzetben vannak ott a talajban, bárhol élősködhet rajta a borsos tinórú. Hát ezt direkt kerestem ilyen képet, ahol együtt fordulnak elő. És amit említettem, hogy van a gyökérkapcsolt, azaz mikorizás táplálkozási mód. Hát ez a legkülönlegesebb. Ez egy növény és egy gomba kölcsönösen előnyös együttműködése. A szimbiózisnak egy egészen különleges változata. A gomba fonalak belenőnek a növény gyökerébe, de nem ártanak neki. És hát itt a behatolás mélysége és bonyolultsága szerint van úgynevezett külső mikorriza, amikor csak a gyökér bőrszövetébe hatolnak be a gombafonalak, van a belső, az endomikorriza, amikor sokkal beljebb a belső aktív szövetekbe is behatol, sőt akár a sejtekbe is. Ez egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Ez azt segíti, hogy a növények így sokkal több tápanyaghoz jutnak hozzá a talajból, főleg olyan helyen fontos ez a kapcsolat, ahol a talaj valamilyen szempontból szegény. Ilyen például egy kisavanyodott, köves erdőtalaj, ahol az ember csak azt nézi, hogy hát itt csak köveket látok, meg pár lehullott levelet, hol élnek meg ezek a fák, amik az erdőt alkotják. De hasonló a száraz körülmények között is, ahol a gombafonalak nagy segítséget jelentenek, mert a gombafonalak nagyon nagy felületen behálózzák a talajt, és más szerkezetűek fel tudnak venni, mobilizálni tudnak a talajból olyan anyagokat is, amit a fagyökere nem. Ugyanakkor ez a gombának előnyös, hiszen a fa táplálja a gombát, ellátja szerves anyagokkal. És van még egy olyan is, hogy a mikorizás kapcsolatban olyan szerves anyagokat tudnak szintetizálni, amit külön-külön egyikük sem. És ezekre az anyagokra szükségük van. Hát,
Ugye a kedvelt, nagyra értékelt gombáink jelentős része úgynevezett mikorizás gomba, ilyenek például a vargányák, amit ugye említettem, hogy jellemzően kisavanyodott erdőtalajon teremnek, ahol a fának nagy szüksége van a gomba segítségére. Ilyen a rókagomba, sárga rókagomba, a szarvasgomba is ilyen. A szarvasgomba ugye a föld alatt terem, azzal nem szoktunk találkozni. Nagyon ritkán kimosódik, vagy van olyan, hogy kitúrják a disznók, mert szeretik, és véletlenül azt nem találták meg, nem ették meg, de szarvasgombát talajszínen nem nagyon lehet találni. Még a mikorizán túlmenően is egy nagyon speciális együttműködés, az uzmó. Az uzmó, azt hinnénk, hogy ez egy önálló élőlény, külön tudományos nevük is van, fajta nevük van, vagy fajnevük van, de ez tulajdonképpen két külön-külön életképes élőlény szövedék együttélése. Ez egy növény, egy zöld moszat, kék, tehát cianobaktérium és egy gomba együttélése. Ezek közös telepet alkotnak, és így egy együttesen egészen extrém körülmények között meg tudnak élni. Hát itt is mindenki látott már betonkerítésen, meg mindenféle teljesen, gyakorlatilag teljesen élhetetlen helyeken zuzmó telepeket, zuzmót megjelenni. Egyikük sem tudna ott megélni, sem a gomba, sem az alga, de így együtt, közösen igen. Rendkívül ellenállóak, egyedül a levegőszennyezés, amit nagy részük nem tud elviselni, főleg a kéntartalmú, amikor jött a savas eső, tehát a nyugat-európai nagy iparvidék, rúrvidék, óriási kőszénfelhasználás, savas eső, akkor ott az uzmók nagyon károsodtak. De a savas esőt kivéve mindent kibírt, tehát a sarkvidéki hideget, sivatagi szárazságot, trópusi hőséget, mindent. És a gombák testfelépítése. Hát egyszer mutattam ugye, hogy hogyan épül fel egy gombatermőtest, vagy hogyan alakul spóra, a gombafonal, és a gombafonalak kialakítanak egy termőtestet. Hát a legegyszerűbb gombák, azok egysejtűek. Hát azoknak értelemszerűen nincs semmiféle szerveződésük, egysejtűek. Hát ez a közismert élesztő, amit nagyon régóta használ az emberiség. Általában két jól elkülöníthető célja van a élesztő használatának. Erre majd később visszatérünk, és itt látszanak rajta kis foltok. Hát az élesztő sejtek, azok bimbózással szaporodnak, tehát kialakul rajta. Ez itt egy kis újabb sejtkezdemény, nő, megnő rajta, leválik, és akkor a leválás helyén lesz egy ilyen folt. Hát korlátozott számú ilyen ciklust képes megcsinálni egy élesztősejt, mert előbb-utóbb a sok folt között már szinte nem is marad hely, de addigra, amire eléri ezt a számot, addigra már csillagászati számú utód sejtje van. Aztán ez is ugye egy gomba, pedészgomba. Hát ez nagyon alacsony szerveződésű, de ez már összetettebb azért, mint az egysejtű gombák. Legközismertebb egyébként ezek közül az ecsetpenész, kis fonalka végén, picike kis gombfejecske, és ott termelődnek a spórái. Hát ez sem egy bonyolult forma, ez az óriás pöffeteg. Formában különleges a szömörcsög. Hát ez a homok... Tessék? Igen, az is nagyon különleges. Ezt lesz még egyébként másik is, amelyik hasonló. Hát ez a latin neve, vagy tudományos neve a Phallus hadriani. Hát a Hadrianus nem kell bemutatni, a család neve meg szerintem adódik, hogy miért van. Így néz ki egyébként fiatal korában, tehát egy ilyen tojásból kezdődik. Így néz ki fel, kettévágva, és ebből nő ki utána az a forma, amit az előbb láttunk. Hát ez egy kvázi Móriczka rajz egy gomba termőtestéről, hasonló arra, amit mondtam az elején. Ez egy nagyon jól öltözött gomba,
van rajta sál, sapka, kabát, illetve akarom mondani, van rajta kalap, gallér, bocskor. Hát ez legyen mondjuk egy gyilkosgalóca, az egyszerűség kedvéért, és itt vannak a lemezek, amit említettem, hogy ez a gombának a szaporító szerve. Tehát ezt az egész termőtestet, ezt azért fejleszti, mert szaporodni akar. És valahol spórákat kell képeznie, mert hogy a spórákkal fog terjeszkedni. És ennek a gombának éppen lemezes, úgy mondjuk, hogy termőrétege, és a lemeznek a felületén képződnek a spórák. Hát a legegyszerűbb termőréteg, amelyiknek nincsen semmi külön tudománya, egy sima termőréteg, azon termelődnek a spórák. Ez egy piros csészegomba, osztrák csészegomba. Ha így nézzük, akkor hát szép piros, csésze alakú, legyen csészegomba. De egyébként a leggyakoribb nálunk az osztrák csészegomba, tehát különösebb vizsgálódás nélkül rávonjuk, hogy osztrák. Mert hogy mikroszkóppal lehetne megkülönböztetni, mikroszkóp pont nincs nálam, jelentősége sincs. Ez egy rókagomba, ennek ráncos eres a termőrétege. Hát látszik, hogy azért ennek már sokkal nagyobb a felülete, mint az előző gombának, tehát sokkal több spóra tud rajta termelődni. Sokkal több spóra elfér. Aztán van olyan, amelyik úgy mondjuk, hogy pórusos csöves termőréteg. Itt csövecskék vannak a gomba alsó részén. A csövecskéknek a belső felületén termelődnek a spórák, onnan szóródnak ki. Ez hasonlít arra, ami az elején volt, ez egy lemezes termőrétegű gomba, ez éppen egy csiperke, ennek a lemez felületén képződnek. Ez a tüskés csapos termőréteg, ez pedig, mintha a fordítottja lenne a csöves termőrétegnek, olyan, mint a spagetti meg a makaróni, hogy az egyik az, ami a másikból hiányzik. Hát itt éppen a csapocskáknak a felületén képződnek a spórák. Hát az előbb mutattam ugye a óriás pöfeteget, hát ez is egy pöfeteg gomba. A pöfetegeknek nemes egyszerűséggel a belsejében képződik. És az nem szóródik ki önálló. Majd amikor a gomba elpusztul, felnyílik, és akkor szóródik, szállna szét a spórák. És hát miért mérgező némelyik gomba? Hát ugye a köznyelv nem azt mondja, hogy mérgező gomba, hanem mérges gomba. Hát ugye, tudjátok, honnan lehet felismerni a mérges gombát? Földhöz vágja a kalapját. És hogyha nagyon mérges, akkor még meg is tapossa. Tehát azért mondjuk, hogy mérgező gomba, mert hogy méreganyagokat termel. És hogy miért termeli? Nem tudjuk. Igazából nem tudjuk, mert mondhatnánk, hogy milyen egyszerű, hát hogy azért, hogy ne egyék meg az állatok. Hát ezzel ugye csak annyi a baj, hogy a méreganyag pont azokra nem hat, amik a legnagyobb gombafogyasztók. A legtöbb gombát a csigák és a rovarlárvák eszik meg. Na ezekre például pont nem hat a gyilkos galóca méreganyaga, tehát ezért is téves az a hiedelem, hogyha a csiga rágott a gomba, akkor az jó. Hát nem, a gyilkos galócák gond nélkül megeszi a csiga, mert hogy olyan folyamatokat gátol a gyilkos galóca méreganyaga, ami a csigában nincs is. Tehát ezért biztosan nem. Tehát ennél sokkal hatékonyabban lehet védekezni, hogyha azt akarja, hogy ne egyék meg. Aztán hát ugye vannak az idegrendszerre ható mérgek. Ettől nem pusztul el, aki megette, de hát ez végképp miért lenne előnyös a gombának. Tehát az, hogy megette, majd utána befekszik a botkorba és látomásai lesznek mondjuk, hát ez végképp nem előny. Aztán, hát ugyan ma már előny lett a badargombának, hogy pszilocibint állít elő, ez a hollandok termesztik is, náluk legális, élvezeti célból, tehát ennek megfelelően például a kubai badargomba, az most már az egész világon elterjedt, de amikor kialakult, hogy ez a gomba
előállít egy olyan anyagot, amitől az embereknek hallucinációi lesznek, akkor ez számára semmiféle előnyt nem jelentett. Ember se volt még a Földön, nem, hogy majd termessze ezt a gombát azért, hogy majd élvezze a dolgot. Hát. És hát sokkal hatékonyabb módszerei vannak a gombának megevés ellen. Az egyik ilyen például, hogy keserű. Mert hogy az azonnal hab. Tehát beleharap, nem ízlik, tovább megy. Ez tényleg megvédi a gombát. Az, hogy majd két nap múlva elpusztul, ami megette, ez sovány még az, tehát ezért biztos nem. Tehát azt mondanám, hogy leginkább ez így véletlenül alakult ki. Tehát nem céllal, nem azért, hogy majd nekünk milyen jó, hogy a gombának milyen jó lesz, hogy majd megmérgezi, aki megette, hanem valamilyen egyéb dologhoz kellett neki ez az anyag, vagy csak úgy előállította, van ilyen. Hát ugyanúgy, ahogy volt ugye korábban az élesztő alkoholt állít elő, etil alkoholt, ami mérgező egyébként, de nekünk élvezeti cikk. De ez az élesztő számára egyszerűen csak egy anyagcsere termék. Tehát nincs konkrét célja azzal, hogy előállít alkoholt, hanem ő így él. Ez az anyagcsere terméke. Aztán, hogy a szigeten vagyunk, hát milyen gombákkal találkozhatunk itt? Hát a gombák ugye értelemszerűen nem tudják, hogy mi itt a szigeten vagyunk. Vannak különböző élőhely típusok. Ha ezeket felismeri az ember, akkor tudja, hogy mit, hol érdemes keresni, legalább nagy vonalakban. Nem biztos, hogy ott akkor tényleg van, vagy akár máshogy, de vannak élőhely típusok, ahol valamit érdemes. Például ugye említettem a kisavanyodott talajú, tölgyes, bükkös, lucos erdők, azok itt nincsenek. Tehát hiába van a szigeten rengeteg lucfenyő a kertekben, ide erre a homokra nem jutnak el a lucfenyő mikoriza partnerei, tehát itt nem teremnek a például az ízletes sorgánya, a sárga róka gomba, mert hogy itt az egyéb körülmények nem megfelelőek neki. Itt a szigeten van például ártéri erdőnk. Hát az viszonylag bőven van. És ennek az egyik tipikus gombája a nyárfagomba. Hülyén néz ki így leírva, hogy nyár kötőjel fagomba. Úgy döntöttek, hogy ez a helyes írásmód, mert hogy ez a nyárfához kötődő és a fagombák családjába tartozó lény, hát úgy döntöttek, ez lesz a helyes írásmódja. Lementem egyébként most az árvíz előtt ide a partra, de pont nem találtam semmit, de mindig lehet találni. Hát hosszú volt nagyon a szárazság, úgyhogy most még ez sem jött elő. Aztán déli tőkegomba. Ez nyárfán él, néha még élő nyárfán, de főleg nyárfa tuskón. Ez egyébként egy nagyon jó gomba, ez is előfordul itt az ártéren. Aztán a szigeten vannak telepített nyárfás, meg természetes nyárfás kőrises erdőink. Főleg itt lefelé Monostoron túl, vagy felfelé is vannak, Kisoroszi felé. És hát ezeknek tipikus tavaszi gombája a kucsmagombafajok. Hát kucsmagombafajokból többet is találtam már itt a szigeten, az ízletes alakkörből találtam a legtöbbet. Ez a hegyes kucsmagomba, ebből is tud szépen lenni. Sárguló pereszke nyárfák alatt szokott megjelenni így ősszel. Őzlábgomba is szokott lenni a nyárfásokban, a nagy őzlábgomba. Vannak a szigeten telepített fenyvesek, ezek kéttűs fenyvesek, jellemzően erdei fenyő. És ezeknek megvan a saját speciális gombavilága. Hát ehhez kötődő mikoriza partner a fenyőtinóruk családja. Hát itt a szigeten van a rózsástövű, szemcsésnyelű fenyőtinóru, a barna gyűrűs tinóró, és még páran. Ehhez itt szokott lenni szintén vöröses nyálkás gomba, ennek csak a neve nyálkás, mert hogy a családja a nyálkás gombák családja, de egyébként ez egy
kifejezetten jó gomba és száraz tapintású, nem nyálkás, még vizesen sem. Ízletes rizike, ez is szokott lenni itt a két tűzfenyvesekben. Ennek különlegessége, hogy tejelő gomba, ha megsérül valahol, és nem nagyon száraz az idő, akkor sárgarépa színű tejnedvet enged. Vannak füves területek, legelő, kaszálló, gátolda, hát nem ismerem igazán, Monostor környékén vannak legelők, itt sajnos elég kevés a legeltetés, ennek megfelelően kisebb mennyiségben teremnek ezek a gombák, hát ennek a tipikus ilyen fűben termő gomba a mezei szegfűgomba. Alföldön vannak területek, vannak legelők, ahol tényleg kosárszám lehet szedni. Én itt még csak ilyen pár darabokat találtam belőle. A gyapjas tintagomba, ez is volt már akár nálunk a kertben is, a kertünkkel szemben az utcán, meg találtam már más területeken is. Tarlógomba, hasonlít a csiperkékhez, csak fehérek a lemezei. Ez is volt a kertünkben is. Csiperkék, hát sajnos nem terem annyi, amennyit szeretnénk, de ez is van ugye a füves élőhelyeken, főleg ahol legeltetés van, ott kell keresni. Aztán vannak olyan fajok, amelyek szinte mindenhol előfordulnak. Mindenhol, ahol fa van, volt, ott előfordulhat például a gyűrűs tuskógomba, illetve annak rokonsága. Például itt Surányban is, ahol ott felétek kivágták a fákat, ott rögtön a következő évben hatalmas mennyiségben termett. És hát, hogy mire jók a gombák? Hát a legkézenfekvőbb ötlet az, hogy hát megesszük. Csinálunk belőle. Kirántjuk, megesszük. Hát nem ez a legfontosabb felhasználásuk. Mert az ember ugye elval akármeddig úgy, hogy gombát enne, sőt, de kenyeret például majdnem mindenki, kenyeret, keltésztát, valamilyen pékárút majdnem mindenki eszik. Hát ugye említettem, hogy az élesztő is gomba, egy sejtű, de gomba, és az a keményítőt, hát jó, mondjuk cukrot, tehát szénhidrátot bont, és a szénhidrátból egyrészt szaporodik, tehát egyrészt a szaporodásra fordítja az energiát, másrészt, ha anaerob körülmények közé kerül, tehát levegőtől lezárva az például a tészta belsejében, akkor alkoholt termel, és ezen kívül széndioxidot. Hát itt éppen azt használjuk ki, hogy széndioxidot termel, azaz a kenyér szerkezetét sokkal lazábbá teszi, tehát azt mondjuk, hogy hú, milyen jó levegős a tészta, hát persze miután már megsütöttük, és már ott áll egy ideje, akkor levegős, de amikor megkelt a tészta, akkor abban nem levegő van, hanem széndioxid, amit az élesztőgombák fejlesztettek benne. Illetve van a másik felhasználása, ugye, amikor meg nem a buborékot használjuk, hanem az alkoholt. Hát gondolom találkozott már vele mindenki. Aztán van olyan, hogy ugye annak idején tanították, ma is mindenhol ezt mondják, ha az étel megpenészedett, ki kell dobni. Hát ez így nagyjából így is van, de mázlink van, hogy ezt a régiek nem tudták. Ezért van nekünk például kékpenészes sajtunk, fehérpenészes kamember sajtunk, nemespenészes téli szalámink, mert annak idején az őseink ezt ugyanúgy élelmiszert, ételt nem dobunk ki. Tehát például a Rockforthoz kapcsolódik az a legenda, hogy egy pásztor fiú a barlangban hagyta az ételét, sajtját, kenyerét, és később tudott érte visszamenni, és addigra átjárta a penész a sajtot. Hát ki nem dobja, hát étel, megette, és rájött, hogy ez finom. Utána akkor szerencsére folytatták ezt a hagyományt, utána már szándékosan vittek sajtot abba a barlangba,
Majd később rájöttek, hogy nem kell hozzá barlang, ha a megfelelő körülményeket tudják biztosítani. És beoltják azzal a penészgomba fajjal, ami az ottani barlangban is honos, akkor elő lehet állítani otthon is. Hát innen indultak a kékpenészes sajtok, illetve hasonló, csak kívül van a penész burkolata a fehér penészes sajtokon, kamemberen. És itt a penészgomba olyan anyagok, tehát egyrészt meggátolja az egyéb penészfajok, egyéb élő bakteriumok szaporodását benne, tehát nem romlik meg az étel. Másrészt kedvező ízanyagokat termelnek. Itt ezt használjuk ki belőle. Illetve ugyanehhez kapcsolódik, hogy Fleming annak idején észrevette, hogy a petri csészében, a táptalajon baktériumot tenyésztett, és ahol szennyeződött, és egy bizonyos gomba rákerült erre a táptalajra, akkor a körül nem szaporodott a baktérium. Tehát itt látszik, hogy itt és itt elkezdett nőni ez a penészgombafaj, és egy körzeten belül nem szaporodtak el a baktériumok. Hát ez egy nagyon jó véletlen felfedezés, és hát ugye itt kellett egyrészt az, hogy némi zsenialitás, hogy felismerjük, hogy ez jó lesz nekünk valamire. Valamint itt kezdődött egy nagyon hosszú kuli munka, mire ebből a felfedezésből penicillin lett. Mert hogy ez a penészgomba faj előállít egy olyan anyagot, amelyik gátolja a baktériumok szaporodását. Hát nem sokkal utána ugye háború, és a háborúban nagyon sok ember életét mentette meg a penicillin. Hát akkor még ugye nagyon-nagyon, tehát nem volt elterjedve a használata, nagyon érzékenyek voltak rá a baktériumok. Tehát nem voltak olyan rezisztens baktériumtörzsek, mint manapság, tehát olyan rettenetes háborús sérülteket, amik ma is szinte reménytelenek, egyetlen adag penicillinnel meg tudtak menteni. Aztán vannak úgynevezett gyógygombák. Hát ilyen például a mindenfelé tuskókon is termő pecsétviasz gomba. Ganoderma, ha úgy ismerősebb valakinek, szokták reklámozni, mint gyógygombát. Hát azt mondják, hogy immunerősítő hatása van. Hát mindesetre fásan kemény és nagyon keserű. De nem ástam bele magam abba, hogy milyen kutatások voltak, amelyek igazolják a gyógyhatását, de állítólag van. Hasonlóan gyógyhatású egyébként a korábban mutatott gyapjas tintagomba, legalábbis gyógyhatást tulajdonítanak neki. Azt mondják, hogy cukorbetegségre jó. Hát én maradok az inzulinnál és a metforminnál. Azért a gyapjas tintagombát pedig megeszem, mert finom. De nem azért, mert azt hiszem, hogy majd attól fogok meggyógyulni. Meg annyit ritkán talál az ember, hogy egész éve ellássa. Igen. Tudják egyébként már termeszteni, tehát lehet kapni szárított gyapjas tintagombát, nem olcsón. Én maradok az inzulinnál. Aztán ugye, amit első körben elhesegettem, hogy az a legkevésbé jelentős, hogy megesszük. Hát azért van annak is szerepe az életünkben. Hát a gombát, azt nagyon sokrétűen lehet elkészíteni. Hát egyrészt ugye említettem, hogy ha kenyeret eszünk, megesszük benne az élesztő gombát is. Ha szűretlen búzasört iszunk, megisszuk az élesztő gombát is. De ez a kevésbé, de nagyon sokféle ételt lehet gombából, illetve gombával készíteni. A gombára egyébként azt szokták mondani, hogy húspótló, illetve hogy gazdag fehérjében. Hát húspótló, amennyiben hús helyet tesszük. Tehát, hogyha a krumplival én mondjuk rántott hús helyett rántott gombát eszek, akkor mondhatom, hogy ez húspótló. De igazából azért nevezzük a helyet eszem, de a tápértéke a gombának nagyon kicsi. Egyrészt a gombának alapból van 90% vagy a fölötti víztartalma. Tehát már csak 10% maradt. És azt mondják, hogy
ugye a gombának, hogy hú, milyen jó fehérje forrás. Hát a gombában nincs több fehérje, mint például a zöldborsóban vagy a brokkoliban. Egyiket se szoktuk úgy emlegetni, hú, milyen gazdag fehérje forrás. Annyiból igaz, hogy a gomba fehérjéi hasonlóak az állati fehérjéhez, tehát úgynevezett, az összes úgynevezett eszenciális aminosavat tartalmazzák. Ezek azok az aminosavak, amit az emberi szervezet nem tud előállítani, tehát tápanyaggal kell bevinni. Hússal, avagy például gombával. De azon kívül a gombában nagyon kevés a zsír, nagyon kevés a szénhidrát, és nagyon sok az emészthetetlen rost. Mert mint mondtam, a gomba sejtfalát kitin vagy kitinszerű anyag építi fel. Az ember nem tud kitint bontani, nincs kitinbontó enzimje, nem tudja megemészteni. Ennek ez a rengeteg rostból tápanyagként semmi nem hasznosul. Az más kérdés, hogy manapság szoktuk mondani, hogy rost szegény a táplálkozásunk, és a ülőmunkával együtt, stb. Ennek a rost szegény táplálkozásnak sok káros hatása van. Hát az gombával pont ellensúlyozható, mert a gomba szinte csak emészthetetlen rostból áll. Tehát azért tesszük a gombát, mert finom. Tehát jó az íze, ha magában készítjük el akkor is, illetve lehet vele mindenféle egyéb ételeket ízesíteni. Majd készítettünk pár kóstoló falatkát, egyik sem csak gomba, hanem gombával ízesített valami. Tehát valami mással visszük be konkrétan a tápanyagot, és hogy finom legyen, gombával készítjük. Hát ugye elkészítési módok egy részét már mondtam, egy része minden szakácskönyvben megtalálható, rántott gomba, gombapörkölt, gombapaprikás, stb. Itt a gomba ételeknél mondom, hogy a tápanyagot igazából, tehát a rántott gombából a tápanyag, a panír, meg a tartár, meg a köret, amit teszünk hozzá. A gomba adja hozzá azt, hogy legyen jó étvágyunk megenni, mert finom, és adja hozzá a rostot, mert manapság erre nagy szükségünk van. Aztán ugye gyakran bármit lehet egyébként gombával készíteni. Hát nálunk például még a töltött paprika is gombával készül, mákos tészta kivételével mindenbe teszünk. És már hiányoljuk is, hogyha nincs benne. Tehát nálunk a húslevesbe is van szárított vargánya, gyakran mindenbe teszünk. Mákos tésztában nem. Tartósítani is lehet a gombákat, ha éppen annyit találtunk belőle, amennyit egyszerre nem tudunk vagy nem akarunk felhasználni. Ez fajoktól függ, hogy melyiket hogyan érdemes. Például vargányát érdemes szárítani, mert nagyon szépen jól szárad. Szárítás után langyos vízbe megáztatva 1-2 óra alatt visszapuhul, és jól elkészíthető, és a szárított vargányának intenzívebb, jobb íze van, mint a frissnek. Ugyanakkor például mutattam képet a déli tőkegombáról, elkövettem azt a hibát annó fiatal koromban, hogy egyszer két kosárral szedtem, és szépen felszereteltem, megszárítottam, hogy az majd milyen finom lesz, mert hogy frissen az egy nagyon jó ízű gomba. Szárítva semmi íze nem maradt. Abszolút semmi. Tehát készítettem belőle egy, azt hiszem, hogy gombás rizst készítettem akkor, és abszolút semmi nem érződött a gombából. Hát azt éppen máshogy kell. Vannak nedves tartósítási módok, amikor lében, egyszerűen enyhénsós lében, légmentesen lezárva, kuktában hőkezelve, ez gyakorlatilag bármire használható utána. Lehet úgy is például csinálták, főleg régebben, erősen besózták, de nagyon erősen 20% sóval. Az a só kiszívja a nedvességet, és akkor olyan, mint a pácolt hús, vagy sonka, hogy szépen összeszárad, utána használt előtt ki kellett áztatni a rengeteg sót, hát abból gyakorlatilag csak a rost maradt, a hasznos anyagok közül minden egyéb távozott, ezt nem használják manapság. Lehet gombát savanyítani. Egyrészt főleg orosz területen, vagy
kelet-európai területen hagyománya van a gombát tejsavas erjesztéssel tartósítani, úgy, mint a savanyú káposztát. Nálunk nincs ilyen szokás. Lehet savanyúság lébe eltenni, ugyanúgy, mint az uborkát, ecetes paprikát, bármit. Aztán lehet fagyasztani. A legtöbb esetben ez a legjobb megoldás, feltéve, hogy van elég helyünk a fagyasztóban. Általában a fagyasztott gombánál érdemes előtte hőkezelni, kisebb helyet foglal, összeesik és kisebb helyet foglal, illetve a nyersen fagyasztott gomba, hogyha kiolvad, akkor az teljesen elázik, puha, töttyet lesz, az már nem gusztusos. És ugye a fagyott gomba kiolvadva már tényleg villámgyorsan meg is romlik. Tehát a fagyott gombát azt általában fagyottan tesszük az ételbe, és ott fog teljesen kiolvadva a főzés közben. Hát, és ugye a gombabgyűjtési szabályok. Hát nagyon régi a törvény, illetve most már új törvény van, de nagyon régóta folyamatosan ugyanaz. Állami tulajdonú erdőben saját szükségletre fejenként és naponta 2 kg gomba gyűjthető. Ugyanez vonatkozik egyébként a gyógynövényre, erdei gyümölcsre is. Tehát például medvehagymából is fejenként naponta 2 kg gyűjthető. Vagy vadkörtéből, somból, akármiből. Ebből ugye következik, hogy tehát azt mondta, hogy állami tulajdonú erdő és saját szükségletre. Tehát ebből következik, hogy csak erdőben, tehát mezőn, ami a mezőn terem, az a tulajdonosé. Az más kérdés, hogy a tulajdonost nagyon nem érdekli, és szerintem még sokkal senkinek nem szólt, hogy szegfőgombát szedett a legelőn, de arra nem vonatkozik ez a törvény, mert hogy nem állami tulajdonú erdő. Másik, hogy egy állami tulajdonú erdő, tehát magánerdőre nem vonatkozik. Magánerdőben elvileg a tulajdonos engedélye kellene. Hát nem tudok róla, hogy földfeletti gombánál bárki szólt volna azért, hogy ott gombászik valaki. Eleve meg kellene nézni, vannak interneten elérhető térképek, hogy az az erdő vajon állami vagy magánerdő, nem szoktuk vele foglalkozni, mi sem, a tulajdonos sem. Aztán van, hogy saját szükségletre. Ez azt jelenti, hogy el nem adhatom. Tehát ha a piacon akarom árulni, arra ez a törvény nem vonatkozik. Bármennyit akarok a piacon árulni, mindenképpen gyűjtési engedély kell a terület tulajdonosától. Meg őstermelői igazolvány is kell hozzá, azt is kérnek a piacon. És fejenként naponta 2 kg. Itt éppen működik, hogy ha visszük a család apraja nagyját, mint annak idején rendszerváltás előtt Jugoszláviába Gorenyehi ütőt venni, vitték a család apraja nagyját, nagymamát, mindenkit, mert össze lehetett vonni a 32 dolláros turista valuta keretet, és akkor együtt be tudtak hozni a kocsi tetején egy Gorenyehi ütőt. Hát hasonlóan most is, ha megy a család apraja nagyja, akkor a ölben hordozós kisgyerek is egy fő, tehát arra is a 2 kiló. Egyébként nem tudok róla, hogy bárkin számon kérték volna, hogy hány kiló gombát szedett. A föld alatti gombák, szarvasgombák gyűjtésére teljesen más szabály vonatkozik. Tehát amit mondtam, ez a fejenként naponta 2 kiló, ez is szabadon, ez csak a föld felett termő gombákra. A szarvasgombákra külön jogszabály vonatkozik, bármennyit is csak vizsgázott személy gyűjthet, vizsgázott kutyával, gyűjtési naplót kell vezetnie, és gyűjtési idénye van a szarvasgomba fajoknak. A földfeletti gombákat akkor szedhetem, amikor vannak. Szarvasgomba fajoknak napsztár szerint meghatározott a gyűjtési ideje. Aztán különböző érdekességek gombákról. Hát például a legnagyobb ismert élőlény, az ember általában rávágja, hogy egy, kékbálna, kettő, mamutfenyő. Hát egyik sem. Van egy gomba, a mi gyűrűs tuskógombánk rokonságába tartozó faj, Oregon államban, gyakorlatilag egy egész erdő, vagy nem is egy egész erdő, egy egész nagy terület, az egyetlen gomba. Tehát, mint említettem korábban, a gomba élőlény, az a gomba fonalak szövedéke a talajban.
amit leszed, még általában gombának nevezünk és leszedünk, az a termőtest. Tehát a gomba élőlény, ami ott él, az közel 1 négyzetkilométer kiterjedésű, becslések szerint 2400 tonna, és nagyon, nagyon öreg. Ja, bocsánat, 600 tonna és 2400 év, tehát összekevertem a számokat, tehát közel 1 négyzetkilométer, becsült súlya 600 kiló, és a becsült kora 2400 év. Tehát amit mutattam, hogy a boszorkánykör elindult, hogy a közepén elindult a gombaspórából, és évről évre haladt kifelé, mert maga mögött felélte a tápanyagokat, minden évben egy 30 centivel, fél méterrel, attól függ, mennyire volt jó év, annyival nagyobb lesz a kör, annyival terjeszkedik kifelé. Hát mire elérte az 1 négyzetkilométert, addigra a becslések szerint 2400 év telt el. A gombáknál is van migráció, illegális migrációnak is nevezhetjük. Ez a különleges élőlény, ez szerepelhetne ugyan valami sci-fi horrorban is, ez a tintahal gomba. Ez Ausztráliából került Európába, az első világháború idején, valószínű, hogy katonai szállítmánnyal hozták be, egy francia kikötő környékén jelent meg először, és onnan terjeszkedik nyugat felé. Hát most már bőven túlhaladt rajtunk, már nem számít ritkaságnak nálunk, sem őrségben lehet viszonylag gyakran találni, főleg olyankor, amikor kedvező az időjárási ősszel. Ez egyébként hasonló bizonyos mértékig a korábban mutatott szömörcsökhöz. Ez is tojásból alakul ki. Ott látszik benne a gomba kezdemény, ez is kinyílik, és ennek is ez a ragacs rajta rettenetesen büdös. Hasonló, mint a szömörcsögnek. És ugyanaz a stratégiája, mint a szömörcsögé, hogy erre a dögszagra jönnek a legyek, és széthordják azt a nyákát, és szétterjesztik a spóráit. Aztán hát az emberiség néhány ezer éve fedezte fel a növénytermesztés, illetve egyet a gazdálkodásnak, a mezőgazdaságnak a lehetőségét. Hát a hangyák egy picit megelőztek minket, nem sokkal, úgy nagyjából 60 millió évvel. Ezek a hangyák gombát termesztenek. Dél-Amerikában élnek ezek a hangyafajok. Látszik egyébként, hogy megdöbbentő erejük van, hogy azt a hatalmas levelet viszi ez a kis hangya. És ezt elviszik a bolyba, péppé rágják, és bent a bolyban van egy gombatenyészetük. Van egy gombafaj, aminek a gombafonalaival táplálkoznak a hangyák, és ők táplálják ezzel a levél, összerágott levél péppel a gombájukat. Terjesztik ugye értelemszerűen ezt a gombafajt, mert hogy mindig ahol ez a hangya megjelenik, ott viszi magával a gombáját is, és táplálja a gombát, mert hogy az a tápláléka. Hát ez szintén hihetetlen. Majdnem olyan hihetetlen, mint amit mutattam korábban a zombi hangya, hogy hogyan veszi rá a hangya, vagy a gomba a hangyát, hogy felmászon a fűszálra, ott fixálja magát. Nem tudom. Nem tudjuk. De egyébként erre a trükkre, hogy befolyásolja valamilyen állat viselkedését, nem csak a gomba képes, hanem van egy húrfélek faj, amelyik pedig szöcskékben élősködik, és az arra veszi rá a szöcskét, amikor kifejlődött benne ez a féreg, hogy vízbe folytsa magát. Keressen valami vizet és ugorjon bele, mert hogy a féreg további fejlődéséhez vízre van szükség. Azt sem tudjuk ugyanúgy, hogy hogyan veheti rá a rovart, hogy ilyet tegyen. Itt a gombáknál ugye nem tudjuk, hogy milyen mechanizmussal veheti rá a hangyát, hogyan befolyásolhatja a magatartását. Aztán, hát vannak védett gombafajok is. Hát meg kell, hogy mondjam, itt
A továbbiakban elhangzottak ezek az én egyéni véleményeim, ezek az én egyéni véleményem, ezért csak én vállalok felelősséget, ez nem az Egyesült Vélemény, és nem a gombász társadalomé. Én úgy gondolom, hogy a gombák védettsége az leginkább egyfajta presztízs lehetett, mert hogy a mikológusok úgy érezték, hogy mi az, hogy csak védett állatok, védett növények vannak, hát legyenek már védett gombák is. Jó, hát legyenek. És lettek. De mint említettem, ugye a gomba élőlény az nem az, amit itt a képen látunk, hanem az a szövedék, ami a szubsztrátban, talajban, tuskóban, stb. Van. Ezt nem befolyásolja az, hogy én leszedem a termőtestét. Hát ez körülbelül viszonylatban azt jelenti, mint hogy leszedem a fáról a termést, tehát az a fát nem károsítja, de akkor engem felelősségre vonhatnak, mert hogy károsítom, hogy leszedem a termést. A másik, hogy eleinte olyan gombafajokat nyilvánítottak védetté, amelyeket senki nem szedett, nem gyűjtött. Tehát volt például a pikkelyes tinórú, ami nagyon gusztustalan, egy gomba, bocsánat, hogy ezt mondom rá, tehát nem támad az embernek az az ötlete, hogy meg kellene enni. Meg voltak ténylegesen ritka, meg olyan gombák, amelyik a kisvac kategóriába tartoznak. Úgy szoktam mondani, hogy humilis badius, amikor ilyen, ez egyébként latinból visszafordítva azt jelenti, hogy kis barna vacak. Mert a humilis jelentéktelen, badius barna, kis barna vacak. Hát, de mindegy, védetté nyilvánították, a gombászok nagy része nem ismeri. 99,9%-a nem találkozik vele, nem ismeri. Jó, hát védett, eddig se szedtük. Aztán van olyan, mint például az őzlábgalóca, amit annak idején egyet levettem, elvittem meghatároztatni. Hát, jó, egyszer megkóstolt, nem jó gomba, tehát nem finom gomba, nem érdemes szedni, tehát ezt azért nem szedték. És utána jött a következő, a császárgalóca, amit végképp nem értek, hogy miért lett védett. Ez egy főleg mediterrán elterjedésű faj, ami azzal is jár, hogy ugye időjárásunk egyre inkább hasonlít a mediterránra, most éppen nem érezzük, de egész nyáron éreztük. Ennek megfelelően ennek a gombának egyre alkalmasabb az élőhely, és a védettség, ugye én nem szedhetem le ezt a gombát, ami egyébként egy szép és finom gomba, de az erdőt azt kitermelhetik gond nélkül. Na most, ha én leszedem a termőtestet, attól legközelebb, amikor kedvező lesz az időjárás, ugyanúgy fog teremni. De ha kitermelik azt az erdőfoltot, ahol a gomba élt, mert ez is mikorizás gomba, tehát együtt él a fákkal, ha kivágják a fát, el fog pusztulni a gomba is. Nem a termőtest, hanem maga a szövedék, gombafonal szövedék, ami ott élt, tehát az ott akkor többet nem fog teremni, nem jön elő. Tehát én nem szedhetem le, de az erdőt azt kivághatják. Hát nem kell nekem mindent érteni. Van olyan, hogy az év gombája. Hát év napja, minden napnak van valamije. Ma például a mozdonyvezetők napja van, és az idei év gombája a szürke galóca. Hát nevének megfelelően szép barna színe van, de hát nem én nevezem el. Magas hegyi gomba egyébként, Magyarországon a Mátrában találtam szép telepeket belőle. Hát jó, ez az év gombája. Ezt egy bizottság választja meg, viszonylag széles körű a felmérés előtte. Ez, ugye ezek közül fog kikerülni a 2025 gombája. És akkor köszönöm szépen, és átadnám a szót az Egyesület alelnökének, Nácz Eszter. Köszönöm, Tamás. Egy kis szünetet szeretnének? Egy pisi szünet, ilyesmi, mert egy kicsit hosszú volt az előadás, nem? Mindenki oké? Okay? Szerintem nyugodtan, ha valakinek kell, akkor... Tamás után én is a gombákról szeretnék pár szót mondani. Az előadásom leginkább képanyaggal készült, egy pár bevezető dolgot is mondanék az állatokról. Tamás már beszélt arról, hogy a gombák
nem állatok, nem növények, vannak olyan tulajdonságaik, amik az állatokhoz teszik őket közelebb, vannak olyan tulajdonságok, amik alapján növényekhez állnak közelebb, de teljesen külön kategóriába, a gombák királyságába tartoznak, három ilyen királyság van, nagy az állatok, a növények és a gombák, és a gombák pont ugyanolyan jelentős részt alkotnak a rendszertani kategóriákban, mint a növények vagy az állatok. Ahogy Tamás is mondta, a gombák nem tudnak saját maguk életben maradni, kell nekik más általában növények által termelt tápanyagot találniuk, és ezt bontják le az esetek többségében, vagy már elhalt növényi szöveteket legtöbbször, vagy pedig még élő, ez pedig a parazita gombák, amiről Tamás már beszélt korábban. Nagyon jelentős szerepük van olyan szempontból is, hogy ha most így körülnézünk, főleg így ősszel, azt látjuk, hogy mindent beborít a zavar. Tehát mindenütt körülöttünk rengeteg növényi hulladék van. Hogyha nem lennének gombák, akkor pár éven belül ellepne bennünket az avar, a növénydarabok, a minden, ami így termelődik, a virágszirmok. Nagyon-nagyon fontos szerepe van a gombáknak a baktériumokkal együtt abban, hogy eltüntessék ezt a sok úgymond növényi hulladékot, amit így termelnek az élőlények. Ahogy Tamás is mondta, a sejtfalú kitimből van, emiatt például inkább az állatokhoz állnak közel, a rovarokhoz. A fonalas növekedés szintén, amit Tamás említett, azért is fontos, mert gyakorlatilag végtelen irányba és végtelen távolságokra el tudnak jutni ezek a gombák. Így történhetett az is, hogy a világ legnagyobb élőlénye egy gomba. Ami még fontos, hogy a gombák ott hozzák a termőtesteket mindig, ahol növekednek. Tehát amerre mennek, és hogyha mondjuk egy gombaspórát egy folyadékba, folyadék tápanyagba rakunk, akkor három dimenzióba tud terjedni. És ugye, hogyha a talajról beszélünk, akkor ott lefele tud terjedni, és oldalra. És azért van, hogy ugye a gömbből a kör alak marad meg, és így vannak ezek a boszorkánykörök, amiről így beszéltünk korábban. Ami még nagyon érdekes, hogy nagyjából úgy satszolják a tudósok, hogy olyan 2 és 4 millió közötti gomba faj létezik a világon, ami egy irdatlan nagy szám. Tehát a növény és állatvilág gyakorlatilag együtt nincs akkora, mint a gombák, rendkívül fajgazdagok, és a leírások, amiket eddig a tudósok így sikeresen megalkottak, 148 ezer fajt tudtak megnevezni. Ezekből természetesen nem mindegyik szemmel látható nagy gomba, nagyon sok mikroszkópikus, egysejtes gomba is van. Ami termőtestet képez, és így látjuk, és az a gomba, amit mi gombának hívunk, az kb. 35 ezer faj. Magyarországon úgy gondolják, hogy nagyjából 3 ezer gombafaj található, és 2005 óta vannak védett fajok, jelenleg 58 darab. Nekem egy picit eltér a véleményem Tamásétól. Vannak a védett gombák között olyanok, amelyek teljesen indokolatlanok voltak, valóban ezzel egyetértek, de vannak olyan gombák, amik rendkívül ritkák. Tehát például van egy gomba, amit be fogok majd mutatni, mi Magyarországon tavaly előttig gyakorlatilag egy mező, egy 2 négyzetméteres foltján volt csak jelen Magyarországon. Olyan szempontból máshogy csinálnám talán, amit így a gombász társadalom tett, hogy igazából nem az lenne a fontos, hogy magát a gombát védjük, hanem a területet, ahol ez a gomba előfordul. Például ebben az esetben annál a nagyon ritka gombánál azt a rétet védelem alá kellene helyezni, mert csak ott fordul elő ez a gomba. Tehát ebben egy picit eltér a véleményünk, de van olyan gomba, ami tényleg nagyon-nagyon-nagyon ritka. Tény is való, hogy ha például egy mikorizás gombáról beszélünk, akkor a talajban a gomba fonalak mennyisége az attól még nem változik, hogy leszedünk 1-2 vagy akár 40 termőtestet. A gombáknak nagyon sok szerepe van élelmiszeriparban, kenyéralkohol, tejtermékek, mindannyian minden nap használunk olyan dolgokat, amik gombák segítségével állítottak elő. A gyógyszeripar nem is csak kizárólag a különböző antibiotikumok, penicillin. A gombákat használják egyéb dolgok termeltetésére is. A biotechnológia is használja a gombákat különböző anyagok termelésére, amiket gyógyszerként fel lehet használni.
nem csak a Tülbek által ismert antibiotikumokat, és valóban vannak olyan gombák, amiknek tulajdonítanak gyógyhatást is önmagukban. Leginkább az ázsiai alternatív gyógyászati ágak szeretik a gombákat, leginkább porrá törve, kapszulában vagy teaként fogyasztják, illetve vannak olyan gombák, amiknek ilyen kivonatait is készítenek, vagy alkohollal, vagy ilyen vízes alapú, és igen, vannak gombák által okozott betegségek is, mind növényi, mind állati betegségek. Hogyan szedjük? Tamás is említette, hogy napi 2 kg-ot szabad, és csak ott, ahol ezt engedélyezett. Ami még fontos, hogy amikor gombászni megyünk és gombákat gyűjtünk, ne vigyünk magunkkal nejlonzacskót, műanyag dolgokat, kosár, papír vagy vászontáska, mert a gombák nagyon-nagyon gyorsan romlanak. Tehát ha azt akarjuk, hogy mondjuk egy szép nyári esős napon, amikor jó meleg van, elmentünk gombázni, és ezek a gombák haza is érjenek velünk, és nem ásszanak ki a gombák maguktól a kosárból, mire hazaérünk, akkor ne vigyünk olyan dolgokat, amik műanyag dolgok, ne fedjük le őket, nagyon könnyen bepenészesednek, tehát egy másik gomba nagyon könnyen meg tudja támadni a általunk szedett gyönyörű termőtesteket, és akkor már az a helyzet, hogy ebben az esetben az ehető gombáktól is lehetünk rosszul. Tehát ha megromlik az amúgy finom, ehető gomba szakértő által is jól meghatározott gombánk, ha nem jól szállítjuk, tároljuk, ugyanúgy megbetegedhetünk tőle, ugyanúgy az orvosnál tudunk kikötni, viszont minden esetben, ha elmennek gombát szedni, vigyék el vizsgáltatni. Ne a szomszéd Jancsi bácsinak vigyék el, vagy a Mariska néninek, hanem egy olyan embernek, aki nagyon régóta, nagyon jól ismeri a gombákat, és leginkább piacokon vannak ilyen helyek, és a néviknek is van egy nyilvántartott szakellenőr listája, ami mindenki által elérhető az interneten, ha erre rákeresnek, hogy gomba szakellenőr nyilvántartás nébi, mindenki meg fogja tudni 2 kattintással találni az interneten, és ez azért is fontos, mert ahogy már mondtam, nem csak az a lényeges, hogy egy gomba az a faj-e, ami ehető, ne legyen kukacos, rágott, fagyott, penészes, ugyanúgy megbetegszünk tőle, sőt, még néha jobban is. Amire még figyeljünk, hogy amikor még nem ismerjük annyira a gombákat, érdemes azt az ökölszabályt betartani, hogy ami hasonlóan néz ki, azokat különítsük el. Azért is fontos ez, mert ha egy darab gyilkos galócot bekerül akár 10 kiló, mondjuk nem szabad, de gomba közé, de ha mondjuk vagyunk 5-en, akkor az egész kosár megy a szemétbe. Nem kockáztatnak a gomba szakellenőrök, mert a gyilkos galóca egy rendkívül törékeny gomba, és pici darabkái be tudnak szorulni a többi gomba lemezei közé, tehát egy ilyen kosárban, látjuk, egy csomó gomba van a kosárban, ez több faj, mindenféle finom ehető gombák vannak benne, de ha mondjuk ez egy gyilkos galóca lenne, nem az, de ha az lenne, akkor azt mondaná a gombaszakállni, hogy bocsánat, hiába van az a vargánya sokkal messzebb, az egészet úgy, ahogy van, megfogja, a finom róka gombáinkkal, vargányainkkal, mindennel együtt, beledobja a kukába, és jól megszórja még mésszel is, hogy nehogy véletlenül valaki kivegye, mert egy gyilkos galóca kalaptól 4 felnőtt ember meg tud halni, ennyire mérgező. És ha egy pici darab letörik a nagyon törékeny gombából, akkor az is beszorul a többi közé, akkor ha mondjuk egy gyerek fogyasztja el tudják képzelni, hogy egy nagyon-nagyon súlyos mérgezést tud szenvedni, akár egy pici darabtól is, sőt, még halálhoz is vezethet. Ez itt a gyilkos galóca, amiről mindenképpen egy pár szót szeretnék váltani önökkel, mert ez a gomba nem nagyon válogat, hogy hol nőjön. Én már láttam kertben, én már láttam közparkban, játszótéren. Igazából a kedvenc helyei a fegyvesek és a lombos erdők is. Tehát a talaj igénye is eléggé változatos. Azt kell tudni róla, hogy talán ezen a képen látszik legjobban, maga a gomba egy ilyen zöldes-sárgás kalappal bír. Nagyon szép egyébként, gyakorlatilag 4-5 centistől egészen ekkora, ilyen 15-20 centis példányok is elő tudnak volni, de nagyon változatos a mérete,
ami általában, nem mindig, de általában látható rajta, hogy fehér színű gallér és fehér színű bocskor van a gombán. Ahogy a Tamás is mondta, a bocskor, az talán itt látszik a legjobban, a bocskor az a gombát lefedő teljes burok maradéka, a gallér pedig a lemezeken helyezkedett el előtte. A gyilkos galószának továbbá egy ilyen kígyóbőrszerű mintázat is látható a tönkén az esetek nagy részében, nem minden esetben, de nagyon sokszor, és ami még érdekes, hogy lehet teljesen fehér is. Az alsó gomba is egy gyilkos galóca, csak egy fehér színű példány. És lehet ilyen teljesen cingár, apró, vékony, tönkű példány, illetve ha ezt megnézik, teljesen máshogy néz ki. Tehát ami még fontos a gombáknál, hogy időjárás, hely, talajtípus alapján nagyon-nagyon különbözően tudnak nézni ugyanazok a gombák is, kinézni ugyanazok a gombák is. Tehát emiatt mindenképpen azt ajánlom, hogy vigyék el vizsgáltatni, mert nem feltétlenül biztos, hogy megismerik. Főleg, ha ilyen szép fehér, be tud keveredni a csiperkék közé igazából. Fogom ezt mutatni majd nem sokára. Ha már megtörtént a gombamérgezés, ha rosszul van valaki, nagyon fontos, hogy az ételből tegyenek el. Ez kelleni fog a laborban, hogy meg tudják állapítani, hogy milyen gombát fogyasztottak, illetve ha már nincs belőle, akkor a hányadékból tegyenek el. Hánytatni kell az embert, hogyha azonnal van probléma, tehát hogyha a gombás étel fogyasztása után röviddel van probléma, akkor jó, ha távozik a szervezetből. Hogyha ilyen 6-40 óra után lesz valaki rosszul, akkor az egy nagyon rossz jel, azonnal menjünk orvoshoz mindenképpen, ugyanis a gyilkos galóca az lassabban fejt ki a hatását, többféle méreganyagot is tartalmaz. Nem szabad ezzel játszani, komoly dolog a gombamérgezés, komolyan kell venni a vizsgáltatást. Azt szoktam mondani az egyik tanárom, annó, hogy kétféle gombász létezik, a bátor gombász és az öreg gombász. Mindenki eldöntheti, hogy melyik csoportba szeretne tartozni. Egy pár szót mondanék magukról a gombákról is. A tavaszi gombáink, amik először megjelennek, ezek a legelső, amit már igazából így november-október környékén is láthatunk az erdőben, az az osztrák csészegomba vagy piros csészegomba, ki hogy szereti. Nagyon szeret együtt nőni, például amit talán látszik a medvehagymával is. És aztán jönnek a kucsmagombák, amik egyébként a szigeten is nagyon sokszor előfordulnak, nyárasokban leginkább. Ez itt a cseh kucsmagomba, ami a legelőször megjelenő kucsmagomba fajunk. Réteket, mezőket a Dunától erre felé szereti a pusztai kucsmagomba is. Ez is egy pusztai kucsmagomba, itt látnak, és az ízletes kucsmagomba. Ezek közül itt a szigeten gyakorlatilag bármelyikbe belefuthatunk. Nagyon finom gombák, jól szállíthatók is. Össze lehet őket keverni a papsapka gombával, főleg ezzel a fajjal, a redős papsapkával. Hasonló a színük, viszont ha a kucsmagombát ketté vágjuk, akkor azt látjuk, hogy mindig üreges a kalaprész, tehát a süvegrész, kivéve a pusztai kucsmagombánál, ami teljesen belülről is egy ilyen nagyon, nagyon furcsa és nagyon törékeny szerkezetű gomba. Tehát mindig van bennük egy üreg, ami miatt egyébként nagyon jól lehet belülük töltött ételeket készíteni. A papsapka gomba szerkezete az nem üreges, hanem ilyen redős, ilyen igazából, mint egy ilyen agyvelő szerkezet. Úgy tudnám ezt leginkább elmondani. A másik, ami ilyen fontos csoport, így úgy vettem szét a gombákat, hogy tavasszal ezek a leginkább megjelenők, és utána jönnek a többi gombák. Tinorú félék. Hát itt a szigeten kevésbé vagyunk elkényeztetve szerintem így tinórú félékben, ahogy Tamás is mondta, leginkább a fenyő tinóruk, esetleg molymos tinóruk lehetnek jelen. Ez itt egy elég szép vargánya,
azt ritkábban tudjuk itt látni. A vargányák közül is van többféle, nyári vargánya, bronzos vargánya, vörös-barna vargánya, ezek mind ehető fajok. Igazából azt kell tudni a vargánya félékről, hogy ha elvágjuk őket, mindig gyönyörű fehér marad a húsuk, a termőrétegük ilyen, hát fehértől indult, tehát teljesen fehér. Ez is olyan, mint egy szivacs. Tamás magyarázott erről, hogy a pórusos termőréteg az úgy néz ki, mint egy szivacs, ez is pórusos termőréteggel bír, ez a vargánya félék családja. És ez, amikor idősebb a gomba, akkor átmegy egy ilyen zöldes, sárgás-zöldes színbe. Nagyon finom gomba, nagyon jól tartósítható, mindenféleképpen lehet tartósítani, valaki savanyúságot készít belőle, valaki lefagyasztja. Szárítva is kiváló. A szárított gombának még intenzívebb is az íze igazából, úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog. Itt belefuthatunk a szigeten ebbe a tinorú félébe is, az érdes tinorúba. Ennek van nyárfához kötött példányai is, a nyárfa érdes tinorú. Ezekről az érdes tinorúkról azt kell tudni, hogy ilyen érdes, ahogy megnézik a tönkjük, mindig van rajta valamiféle mintázat és ilyen pöttyözött érdesség. Ezek is nagyon szép és ehető gombák. Fenyőtinóruk. A fenyőtinóruk egy része, legtöbb része azt mondanám, hogy egy nyálkás kalapbőrrel bír. Ezek mindegyike szintén fogyasztható. Itt a kétüs fenyőkben találkozhatunk fenyőtinórukkal. Nyálkás gombák. A Tamás is említette ezt a vöröses nyálkás gombát. Ezen kívül van még több faj is, hasonlóan néznek ki. A vargányafélékhez állnak rokonságban közel, a genetikai háttér alapján. Ez is egy nagyon finom ehető gomba. Többféle tinorú is van. Itt a szigeten azt gondolnám, hogy ilyen molyhos tinorúkkal lehet még leginkább összefutni. Ezek kicsit különlegesebb darabok. A tinorú félékről azt kell tudni, hogy nagyon változatos kinézetűek. Tehát ahogy itt elnézik, van olyan, ami ilyen szürke, nagyon furcsa, pikkelyes, van, ami gyönyörű, bársonyos kalapú, szép, mélybarna, van, ami teljesen piros. Aztán itt van ez a sárga, ez egy védett faj egyébként, ez csak égerfával nő együtt, ez az égertinorú, ez, ha itt ránéznek, igazából nem gondolnák, hogy ezek a gombák így bármilyen szinten is rokonságban állnának egymással, hát bizony ez mind tinorú féle. Gyönyörű, színes, megvágva színesedő gombák is vannak köztük. Ha azt ott megnézik ezt a tinorút, ez a vörös tinorú. Ez azért érdekes, például ha az ember ketté vágja, nem tudom, hogy mennyire jön így át a vetítőn, de gyönyörű kék színű a gomba elvágva. Viszont a tönk aljában vörös. Tehát, hogy ilyen néha több szín is előjön egyszerre, ha elvágjuk, nagyon érdekes gombák. Vannak köztük mérgezőek is, például a farkastinorú vagy a sejtentinorú, ez két olyan faj, amit mérgező. Ha megnézik, itt is kettévágva gyönyörű kék színeződés látszik a gombán, és itt van ez a nagyon csalafinta gomba jobb oldalt. Ez az epeízű tinorú, ez azért veri át sokszor az embert, mert ha így ránézünk, pont úgy néz ki, mint egy vargánya, viszont van egy nagyon halvány, rózsaszínes árnyalat a pórusaiban, tehát ez nem sárgás lesz, hanem ilyen rózsás, amikor idősödik. Amikor nagyon fiatal, akkor ez is szinte fehér, epekeserű, tényleg, tehát ha egy darab bekerül egy ételbe, az ehetetlen lesz. Erre nagyon kell vigyázni, és rutint igényel az embertől, mert tényleg hasonlít a vargányára. Kicsit keményebb a húsa, kicsit meg lehet ismerni már, ha az ember így többet látott gombákat. Erre figyelni kell, ha az ember olyan helyen jár, ahol nő vargánya. Itt a szigeten már kimondottan jellemző. Róka gomba félék, ahogy Tamás is említette, ennek ráncos a termőrétege, nem lemezei vannak. Ezek sem nagyon jellemzőek itt a szigeten, ez csak így a szín és a szépségük kedvéért akartam megmutatni. Ez mind rókagomba féle, amit itt látnak. Itt is látszik, hogy ez például a ráncai szürkék, gyönyörű sárga színű a tönkje.
ennek például egy ilyen bordós, narancssárgás tömkje van, a sárga róka gomba sárga, aztán itt van ez a védett, szintén védett disznófül gomba, ez pedig egy ilyen sárgás gomba, ami lilás a szélén, illetve ha fiatal, akkor még egy ilyen lilás árnyalat jelenik meg bennük, mindegyik nagyon érdekes és nagyon hívamak is egyébként. A rókagombánál még azt kell fontos megjegyezni, hogy van egy gomba, amiről azt gondolják sokan, hogy rókagomba, a világító törzsgomba, ami erősebb mérgező gomba. Azért gondolják általában, hogy rókagomba, mert ennek olyan róka színe van. Hát, ha megnézzük egy rókát, nem szokott sárga lenni. Viszont ennek a gombának tényleg ilyen vöröses rókaszerű színe van. A sárga rókagombától többféle dolog is meg tudja különböztetni. A leginkább jellemző, hogy ez mindig tuskon nő, csoportosan, tehát sosem egyedül. A rókagomba pedig mindig külön áll, tehát hogy egyesével tudjuk szedni, és mindig sárga. Tehát, hogy citromsárga a gomba, vagy halvány sárga, sosem ennyire erős a színe, sosem ennyire sötét, és nem találunk tuskóból kinövő példányokat, ha rókagombáról van szó. És hát ott két gomba állaga is teljesen más, de talán ez a legkönnyen megkülönböztethető jele az eltérésnek a két gomba között, galócák. A galócák jelen vannak a szigeten, több fa is van. Most is behoztak egy galócát, ami sajnos már annyira idős példány volt, és kicsit penészes is, hogy nem tudom pontosan ez alapján meghatározni, hogy melyik faj lehetett. A galócák gyönyörűek, sok faj van, van egy pár, amit nagyon könnyű megjegyezni, megkülönböztetni a többitől. Ugye mindenki ismeri a mesegombát, a légyülő galócát, Tamás is említette. Galócák között vannak pöttyösek és nem pöttyösek. Ez például egy fiatal császár galóca, ami szintén védett. Talán annyit mondanék még erről, hogy a galócáknak az esetek többségében van vaskora és gallérja, mint ahogy a gyilkos galócának is, de vannak olyan galócák, amiknek mondjuk csak bocskora van, ez például a szürke sejemgomba, szintén a galócák közé tartozik. A sejemgombáknak csak bocskora van, nincsen galériuk. Galambgombák. Galambgombákkal is összefutottunk itt a szigeten is igazából. Galambgombákról azt kell tudni, hogy nagyon kemény a termőrétegük, általában fiatalon mindig fehéres színűek a gomba tönkje és a lemezei. Lehetnek kicsit sárgásabb lemezeik is, később idővel a lemezszín néhány galambgombánál változhat, sötétedhet sárgás irányba, illetve mindig roppanba törik a húsuk. Így lehet őket talán a legkönnyebben megkülönböztetni többi fajtól, hogy nagyon színesek tudnak lenni, ha jó helyre megyünk, jókor. Általában azt szoktuk mondani, aki kezdő galambgombába, hogy a pirosas színű galambgombákat ne nagyon szedje. Amit mondani szoktunk, hogy a zöldessel, meg az ilyen lilás árnyalatokkal nehéz mellé nyúlni. A galambgombákat úgy szokták szedni, hogy kóstolgatják. Ha csíp, akkor nem jó. Ha nem csíp, akkor jó. De ezt azért nem ajánljuk kezdőknek. Hát, ha véletlenül egy gyilkos galócába harapnánk bele, ami semmiképp sem egy jó ötlet. Tehát, ha már meg tudjuk állapítani azt, hogy egy gomba galambgomba, akkor aki már így ért hozzá valamennyire, az kóstolgatni szokta. És egyébként ebben a tekintetben nagyon nagy különbség van országok között. Voltam gombászni egy ukrán csoporttal, és az történt, hogy hát ők mindenféle gombát leszettek. Nem hoztam róla képet, de utána, tehát volt egy két órás túra, és utána még közel három órán keresztül vizsgáltam az általuk szedett gombákat, tehát annyi gombát szedtek, és minden egyes galambgombáért harcolnom kellett. Tehát mondtam neki, hogy nálunk ez a gomba nem ehető, de ők ezt szokták otthon enni, és ebből csinálják a savanyúságot. Tehát ott mindent abálnak, és megsavanyítanak. Ahogy Tamás is mondta, az északi népeknél, meg az ilyen, tehát ugye a ukrán-orosz területen, északkeleten, ott
Gyakorlatilag a nálunk fogyaszthatatlanak ítélt gombákat simán blanzsírozzák, abálják, savanyítják, semmi bajuk tőle. Ez ilyen helyi adottság, ott szeretik. Annyit kértem tőlük, hogy legalább ami penészes, azt hadd dobjam ki, és abba belementek. Mondtam, hogy jó, nyugodtan. Utána a két napig nem aludtam, hogy biztos meg fognak halni, és semmi bajuk nem lett tőle, gyerekkoruk óta eszik. Tehát, hogy vannak ilyen különbségek. És akkor itt mutatnám meg a csiperkéket, hogy a csiperke, ahogy megnézzük, mondjuk egy erdőszéri vagy egy mezei csiperke, általában fehér, a kalapja, és hát azért úgy messziről hasonlít, nem? Ez a gyilkos garóca fehér példány, ha úgy messziről látnánk, ez, meg ez a gomba, vagy ez a gomba, rendkívül hasonló. Persze más az állaguk, hogyha nem teljesen fiatal a csiperkénk, akkor láthatjuk, hogy ennek azért nem fehérek a lemezei. Amikor egészen apró és éppen kibújt, akkor lehet teljesen hófehér még a lemeze, de folyamatosan átmegy egy rózsaszínből egy teljesen sötét csoki barnába. Rizikós, hogyha az ember nem vizsgáltatja át a gombáit. Mindenképpen mindenkinek azt javaslom, hogy minden gombát, amit szed, és nem olyan emberrel ment el gombászni, aki ért is hozzá, nézesse el, mert nagyon-nagyon-nagyon be lehet nézni, nem érdemes kockáztatni. Pereszkék is vannak itt a szigeten. A pereszkék is egy nagyon szép és színes társaság, rendkívül fajgazdag. Amit itt látnak, az mind valódi. Tehát a színe tényleg ilyen, az ott fent lila pereszke, illetve valószínűleg szürkés lila pereszke. Ez tényleg ilyen színű. Abszolút nem vadítottam a képen. Ez pedig a lila tönkű pereszke, itt a szigeten is rendkívül sok van. Tényleg ennyire lila a tönkje. Tehát ha felülről megnézzük, egy ilyen karamelles színű, hát ilyen néha szinte fehér, de mindig van benne egy ilyen barnás, sárgás árnyalat. Egy ilyen jelentéktelen a kül gomba réten, mondjuk így ekkorára megnő, sőt ekkora is meg tud nőni, ha jó idő van. Felveszi az ember, és így mi ez a szín? Tehát teljesen valószínű lila színe van. Ez egy nagyon finom ehető gomba. A pereszkéknél arra kell figyelni, hogy vannak köztük nagyon aromás gombák, és hiába jó ehető gomba, sokan érzékenyek ezekre az aromás anyagokra, és akkor gyomorbélrendszeri problémáig tud lenni tőle, de a pereszkék, réten növő pereszkék javarésze azért általában nem szokott kukába kerülni, ha elvisszük szakállelőhöz. Tehát ott érdemes gyűjtögetni. Itt a Szentendrei szigeten még ez a gomba is, amiről sajnos saját képem nem volt, megtalálható, ez a tejpereszke, ami hatalmasra meg tud nőni. Tehát akár egy ilyen ekkora kalap is, egy ilyen 30-40 centis kalap is tud nőni. Ami nagyon izgalmas, hogy amikor fiatal a gomba, akkor egy kékes színárnyalat jelenik meg a lemezein. Most ezen a képen sajnos nem látszik jól, de van egy ilyen kékes beütése a gombának. Ez akkorára meg tud nőni, hogy gyakorlatilag egy-két gombával egy család nagyon jól el van, akár másfél napig is. Ami itt lehet fenyvesben, az a fenyőpereszke. Itt látható ilyen szürkés színű gomba, sok helyen előfordul, finom ehető, van egy párja, ami nagyon hasonlóan néz ki, van benne egy sárgás szín, az pedig a sárguló pereszke, mind a kettő fenyőben fordul elő, leginkább így össze, finom ehető gombák, nagyon sok, elég pici, sokat kell szedni belőle, hogy az ember egy adaggal el tudjon fogyasztani. Ezekben simán, valamint a csoportos pereszkében is simán belefuthatnak itt a szigeten, érdemes ezeket szakellenőrhöz elvinni, sok közöttük a finom ehető gomba. Amit még sokfele lehet látni gyakorlatilag mindenhol, azok a kígyógombák. Ezek így nagyon seregesen is elő tudnak jönni fakorhadékon, ezek is lebontók. És van köztük néhány nagyon érdekes faj, mindig nagyon hosszú tönkjük van, ilyen kúpos kalapjuk. Van olyan köztük, amik például ez, különböző színű nedveket eresztenek ki magunkból, ha megsérül, lesz például ilyen narancsárgát, azt pedig úgy hívják azt a nagyon szép színű gombát, hogy vérző kígyó gomba, és konkrétan, ha megsérül bárhol a gomba, olyan, mintha vércseppek folynának belőle, ez egy nagyon érdekes jelenség. Húkhálós gombák, ez egy
nehéz társaság, és azért hívják őket pókhálós gombáknak, mert a lemezek, amikor kiszabadulnak ebből a burokból, akkor a szöveg, ami ezt így összetartja, ilyen pókhálószerű lesz, és ez meg is marad a gomba tönkén időskorában is, olyan, mintha egy pókhálót látnánk. És itt azért barna színű ez, mert már ráhullottak ennek a gyönyörű lila színű gombának a barna spórái. Ez egy érdekes társaság, nagyon színes, nagyon sokféle, nagyon szagos is tud lenni ez a pár gomba. Például ez a kis, teljesen jelentéktelen barna színű pókhálós gomba, muskát visszagú. Tényleg, volt olyan, hogy ez mi ez a szag, így a kezembe volt a gomba. Teljesen olyan, mintha egy muskáti levelét megtörnénk. Nagyon érdekes. Vannak ilyen izgalmas, szagú, színű gombák, ami még nagyon fontos gombászás közben, hogy minden érzékszervünket használjuk. Ne csak a szemünket, hanem szagoljuk meg a gombákat. Nagyon meglepő élményben lehet részünk időnként. Izgalmas. Például van egy olyan gomba, amit úgy hívnak, hogy fokhagyma gomba. Konkrétan fokhagyma szagú. Vagy a zöld ánis gomba, ami egy zöld színű apró gomba, teljesen ánis illatú. Ezt érdekességként hoztam ezt a diát, csak azért, hogy lássanak ilyen nagyon szép gombákat is. A nevű gombákat a gombák ékszereinek is hívják, ugyanis gyönyörű, színes, tényleg ez egyik sem egy ilyen túlfotózott kép. Ez ilyen volt a valóságban, az összes képet én készítettem igazából. Zöld, narancssárga, citromsárga, vérvörös, és ez a gomba, ez ugyanaz, mint ez. Ezt úgy hívják, hogy sötétedő nedű gomba, és teljesen szénfekete lesz a fölötte levő kép az idősebb példány, és ez a gomba itt középen, amiről meséltem, hogy 2 évvel ezelőttig egy rét 1,5 négyzetméteres területén volt összesen meg Magyarországon, ez a rózsaszínű nedű gomba. Hát majd erről mutatok még képet, hogy mennyire tud ennek örülni egy-egy gombász időnként. Őzlepgombák. Az őzlepgombák is egy olyan társaság, amiben itt belefuthatunk a szigeten. Ja, bocsánat, azt akartam mondani még, hogy a nedőgombák azok simán a réteken, itt a szigeten is elő tudnak fordulni. Azt kell nekik, hogy ne legyen nagyon műtrágyázás, tehát ilyen háborítatlan réteket kedvelik, de itt szigeten vannak olyan részek, ahol ezek elő tudnak fordulni, tehát simán belefuthatunk ebbe a gombába. Az őzlepgombák is megnőnek itt a szigeten, több fa is, a nagy őzlepgomba, illetve a piruló őzlepgomba mindenképp előfordul. Amit az őzlepgombákkal kapcsolatban jó, ha megjegyzünk, hogyha ki tudjuk fordítani a tönkét, és nagyobb termetű gombákról van szó, akkor majdnem biztos, hogy olyan fajjal találkozunk, ami fogyasztható. Ezt is mindenképp vigyük el ellenőrzésre, ugyanis a kisebb fajok között vannak mérgezőek. Ők ezek nagyon-nagyon picik, tehát ilyen ekkora gombákról beszélünk, de érdemes mindenképpen megnézetni őket. Gereben gombák. A gereben gombák között is vannak különböző színes és érdekes gombák. Ez például, ha megnézik, egy fenyőtobozon nő, tobozgerebennek hívják, ugyanolyan csapocskái vannak, mint annak a sárga gerebennek. Nagyon sokféle színű, állagú gereben van. Ez, amit látnak, szintén egy gereben gomba, és ez pedig ilyen vérszerű, vörös nedvet bocsát ki magából. Ez csak akkor látszik, hogyha esős idő van, ha van elég csapadék. Ez is egy nagyon gyönyörű jelenség, és igazából ha az ember így sétál az erdőbe és talál egy ilyet, hát nem tudom hányan gondolnák azt, hogy ez gomba. Elég furán néz ki, bizony a gombák nagyon furán tudnak kinézni. A fánnövő gombák szintén megjelennek itt a szigeten, ahogy Tamás is mondta, ott a déli tőke gomba, a sárga géva gomba, ez egy nyári laska, ez is simán belefuthatunk. Ez a gomba is elég gyakran előfordul, nagyon sokféle erdőben, ez a judásfülgomba, ez az a fafülgomba, ami a kínai kajában is van, az a fekete. Na, ez nálunk is él, nem sokan tudják, eléggé könnyen meg lehet ismerni, pont úgy néz ki, mint egy fül, és ilyen porcos, ruganyos állaga van, kicsit ilyen kocsonyás, ezzel sem nagyon tudunk mellérülni, hogyha megtaláljuk. Ez pedig, ez a gomba,
ez is nő itt a szigeten is, ez az úgynevezett téli fülőke. Ugyanis a gombáknak nincs olyan, hogy szezonja valójában Magyarországon. Minden hónapban, az év minden hónapjában belefuthatunk gombákba, inkább csapadékfüggő, hogy mennyibe. Ez a gomba ugyanis télen is nő, nem érdekli, hogy fagy. Ott látszik is a képen, hogy az ott hó. Tehát ez, azon a tuskon, ez a saját házunk udvarán volt egy kivágott fa, és ott fotóztam hóban. Tehát ezt a gombát nem érdekli. Vannak ilyenek, hogy késői laskagomba például, ami pont olyan, mint ez a boltban vásárolt laskagomba, csak egy szürke és palaszürke színű, fiatalon még fekete is tud lenni. Ezek a gombák simán nőnek télen, fagyban, nem nagyon érdekli őket. És tejerőgombák, cölöpgombák. Itt mutatnám én is a rizikét, amit a Tamás is említett, ez itt rizike. És van egy olyan faj, rizikefaj, ami ilyen szivárványos, valójában így néz ki, és tényleg, ha ezt a gombát megsértjük, vagy megvágjuk, itt látszik, hogy gyakorlatilag ilyen vöröses tejnedv tartalmúak. Talán ezen a példán is látszik itt, hogy megsérült a gomba, és rögtön vörös színű lett. És néhány rizikefaj, most ez pont egy másik faj, de hogyha megsérül, először vörös tejnedve lesz, és utána zöld. Zöld színű lesz a vörös tejned. Az oxigéntől ez a vörös nedv ez oxidálódik, és zöld színe lesz. És igazából, ha ezt a gombát így megnézzük a kosárban, miután egy kicsit így összetöredezett és hazafele megyünk, hát nem gusztusos igazából, tehát rosszul néz ki, nagyon rosszul néz ki. Ha piacon látjuk, akkor én így elmennék, hogy nem, ez nem, ez nagyon rosszul néz ki, olyan állatnak tűnik, csúnya zöld, hát ugye ami zöld, azt általában nem nagyon fogyasztjuk okkal. Ez a gomba, ez bezöldül, tehát ezzel nem tudunk mit csinálni, de finom. Nagyon finom, nem lesz semmi baj, ha zöld. És hát itt vannak ilyen egyebek, amiről még pár szót mondanék, én is hoztam egy szömörcsögöt, ez egy másik faj, ez a kutya szömörcsög. Ez egy kicsit kisebb, de ugyanúgy a forma világa mindent elárul, hogy miért hívják így. Én is hoztam tintahalgombát, illetve még ezt akartam megmutatni, hogy itt van, ez egy nagyon zöld gomba, ez pedig egy nagyon sárga gomba. Ez két harmad gomba faj, ez a zöld harmad gomba. Ez nagyon szép zöld, és a termő rétege sötét színű. És ez a gomba pedig egy menekült. Gyakorlatilag ezt elkezdték az 50-es, 60-as években Magyarországon termeszteni, ez az óriás harmad gomba. Csak hát az történt, hogy ez nem finom. Tehát, hogy nem jó. Tehát két fajtája van. Az egyik az ez a sárga színű, a másik pedig egy vöröses színű. Ugyanaz a két faj, csak két változata van. Hát nem volt sikeres, viszont a gomba elszabadult, és így simán belefuthatunk bárhol. Tehát én ezt azt hiszem pont talán a meccsekben fotóztam, vagy nem is tudom, valahol ott a környéken, tömegesen, tehát egy fafeldolgozó rész volt, tehát ilyen erdőírtás, és ott nagyon sok fát aprítottak, rengeteg fűrészpor volt, és ez a gomba ott ilyen, szerintem 100 példány ott nőtt, és akkor megtaláltuk, hát én még nem kóstoltam meg, mert mindenki azt mondja, hogy nagyon rossz, tehát hogy nem volt kedvem ilyeneket megkóstolni, amiről ezt hallottam, de ott így lehetett volna egy 40 kilót gyűjteni simán, ha valaki szereti. Szóval ilyen is van, hogy próbálnak egy gombát termeszteni, és valamiért nem sikerül. Hát ugye, ha rossz ízű, az nem annyira szokott jól működni. Ez a gomba még egy elég érdekes faj. Az a jellemzője, hogy kakaó illatú, és egér ürüléken nő. Hát ilyenek is vannak. Nagyon válogatósak tudnak időnként lenni a gombák. Ez egy rovarrontó gomba, amiről a Tamás is beszélt, ez a cordyceps. És ez a rovarrontó gomba egy bábot fogyaszt éppen. És itt látszik, ez így nagyítva, hogy ezen a gombán, így a tetején, még vannak ilyen kis további szerkezetek, és abban találhatók a spórái. Ez is egy rovarrontó gomba, ezt tavaly találtuk, ez egy katica.
eredetileg. Nem tudom, hogy mennyire lehetett felismerni. Ez egy katica, aminek így a szárny fedői közül így türemkedik ki a gomba. Hát ez is egy rovarokat evő gomba. Petrezselyem gomba, ez gondolom a neve, érthető, hogy miért hívják így. Ez még egy nagyon érdekes, szintén gomba, nem tudom, hogy ha így elsőre ránéznek, ez minek tűnik, olyan, mintha egy fészek lenne tojásokkal, nem? Na ez itt egy öreg gomba alul, egy öreg szenes galambgomba, és ez pedig a korzó élősdi gomba, ami a galambgombán nőtt ki. Tehát ha elpusztul a galambgomba, már így letelt az ideje, akkor ez a gomba meg tudja támadni, és ez egy ilyen porral borított, de nagyon-nagyon érdekesen kinéző gomba, tényleg ilyen fura. Ez pedig egy csillaggomba, ez is nagyon szép. Sok helyen találkozhatunk vele, ez egy éppen egy fenyvesben növő. Ez is egy tulipán csészegomba, ez pedig pont úgy néz ki lila színű, mint egy tulipán. Ez csíkos pohárgomba, meg az az érdekessége, hogy amikor fiatal, akkor le van fedve ez a pohár rész, ez felnyílik, és van benne három ilyen kis gömb, nagyon pici, ekkora, 1-2 centi maximum, és ha egy esőcsepp beleesik, akkor ezek a gömbök így kiugranak, és ebbe vannak a spórái, tehát ő pedig így az esőt használja, hogy szaporodjon. Ez a kis aranyos gomba, ez a rézrozsda színű csészegomba, ez pedig meg tudja azt csinálni, hogy úgy átszövi a gomba fonalaival a fát, amit éppen emészt, hogy ilyen gyönyörű rézrozsda színű lesz az egész fa. Például ezt a gombát ezt használták arra is régebben, hogy ez ilyen intarziában a fa maga, az egész fa ilyen színű, tehát hogyha elvágjuk ezt a fát, akkor ez mindenütt ilyen gyönyörű rézrozsda színű, és ezt szokták használni így a fában is, mert ilyen marad a színe. És hát itt megmutatnám, hogy mennyire tud az ember őrült lenni, tehát amikor megtaláltuk ezt a gombát, akkor így nem tudom hány gomba ez gyakorlatilag körül feküdte, mindenki nagyítóval, mindenhogy fotózta, és így sikerült nekem is ezt a képet készíteni róla. Meg is örökítették, hogy elsőre életemben találtam ezt a gombát, mert nagyon-nagyon ritka. Itt pedig nem tudom hányan vagyunk, 7-8 ember körül vette ezt az egy darab rovarrontó gombát, ami így nézett ki, és ez a gomba egy hernyót emésztett éppen, és itt rengetegen voltunk körülötte, tehát amikor az ember gombászik, akkor lefekszik, kúszik, mászik, bemegy mindenhova, és egy-egy ritkább fajért simán nagyon-nagyon sok időt tölt fekve vagy négy lábon. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Van-e valakinek valami kérdése? Szívesen válaszolunk. Hol van a barátomban? Hollandiában. Azt nem hoztunk. Az Hollandiában van, ott legális, ott beszerezhető. Interneten is postáznak egyébként termőblokkot belőle. És köszönöm szépen a figyelmüket, és készültünk egy kevéske kóstolóval. Hát mi úgy gondoltuk, hogy esetleg majd hozunk bemutatni gombákat, de hát az időjárás nem volt velünk, úgyhogy abból elég szegényes a felhozatal, viszont különböző gombás ételekből egy kis kóstoló van itt a másik helyiségben, tehát fáradni.